Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja. Hívó üzen Anglia 1948 jeligére, Lacinak Budapest környékére. Lacikám, nagyon örülök, hogy a rádión át szólhatok hozzád, most van erre az első alkalmam. Szerencsésen megérkeztem Amerikába, útközben már írtam, gondolom megkaptad. Itt minden új és sok minden nagyon érdekes. Különösen nagy öröm a rég nem látott barátokkal újra találkozni. Az elfoglaltságom nagyon erős, de kielégítő és érdekes. Minden jót kívánok, Isten áldjon szívem. Sok szeretettel, sok kollégát. Ten üzen Bubának és Atintinnek a Hortobágy mellé. Mindig és most is csak azt mondhatom, hogy minden gondolatunk és minden szeretetünk veletek és otthoni három szeretünkkel van. És mindig azon imádkozunk, hogy találkozhassunk mindnyájatokkal. Szeretettel csókolunk, Ten. Kedves hallgatóink, üzeneteinket hallották. Ma az Egyesült Államokban élő honfitársaink üzentek saját hangjukon, otthoni hozzátartozóiknak. Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja. Ali üzen Kolozsvár 1911. szeptember 25. jeligére, édesanyjának és Margitkának a Duna-Tisza közére. Édes mamika, a múlt héten nem tudtam mindent elmondani. Tudom, van elég bajod, kedves mamika. Tehetségünk közt képest igyekszünk enyhíteni. A közeli napokban van szándékunk egy csomagot ruhafélével feladni, lesz benne Évinek egy régebbi téli kabátja, amiről már írtam valamelyik régebbi levelemben. Írod, a házkéményét újra kellett rakatni. Képzelem, milyen sokba kerülhetett. A bajokat leszámítva jól vagyunk, rengeteg örömünk telik kislányunkban. Mindenkinek sok üdvözlet és kész jó, kinek mi áll. Levelet és a beígért fényképeket küldjük hamarosan. Ha meg lesz az új ház, arról is küldök képet. Búcsúzom, milliószor csókol benneteket, Ali. Kedves hallgatóink, üzeneteinket hallották. Ma az Egyesült Államokban élő honfitársaink üzentek saját hangjukon, otthoni hozzátartozóiknak. Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja. Ide üzen Pörtambolyból nagymamájának és rokonainak neki zsenybe. Kedves nagymama, Piroska, Gyuszi és kedves minnyáján, nagyon örülök, hogy egy pár szót küldhetek maguknak. Nagyon szeretnék már magukkal együtt lenni. Én még mindig iskolába járok, és még fogok is 3 évig járni. Mi jól vagyunk minnyáján, amit maguknak is szívből viszont kívánok. Gyuszi és Miklós már nagyfiúk. Hiszem, hogy már nagyon szeretnék őket és mindnyájunkat látni. Kedves keresztanyám és kedves Józsi, maguk hogy vannak? Remélem, hogy jól. Kívánok maguknak minden jót. Most már sokszor csókolom mindnyájukat és búcsúzok sok szeretettel, Ida. Kedves hallgatóink, üzeneteinket hallották. Ma az Egyesült Államokban élő honfitársaink üzentek saját hangjukon, otthoni hozzátartozóiknak. A Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja. Gábornak és családjának üzennek Philadelphiából, Boriska jeligére, Ugocsa megyébe. Mi mind jó egészségben élünk, újság nálatok. Szeretném, ha üzenetem jó egészségben találna mindenkit. Írjatok gyakrabban, üdvözöljük az egész családot szeretettel, Boriska jelige. Akácos út jeligére üzennek. Édes nővérem, most több a dolgunk, mint bármikor. Még nagyon sokat kell vásárolnunk, amíg minden rendben lesz. Gondolhatod, mennyire örvendünk az új daraboknak. A gyerekeknek levelet írtunk, várjuk a választ, mert nagyon érdekel, hogy a kis harmadik miként kezdte meg az első elemit. Egészségünk rendben. Szeretnénk rólad is hasonlót hallani. Levelünk útban. Isten óvjon! Az akácos út jeligével búcsúzom, és mindnyájunk nevében sok szeretettel ölellek, csókollak, húgod.
Kedves hallgatóink, ma az Egyesült Államokban élő honfitársaink üzentek saját hangjukon, otthoni hozzátartozóiknak. Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja. Aranka üzen Pörtambolyból Irénkének, Öcsikének és szeretteinek Szegedtől délre. Édes Irénkém, Öcsikém és többiek, leveledet megkaptam, amire most élőszóval válaszolok. Mi jól vagyunk, a gyerekek járnak újra iskolába. Nagyon meglepett az utolsó leveled. Most jól esett, hogy újra ilyen szépen írsz. Igen, az embernek van sok bánata, de azért fel a fejjel, és mindig előre, hiszen az Úr, aki vezet. Most csak annyit mondok, de utána János bátyád játszik neked a harmonikáján. Szeretettel búcsúzunk, és gondolatban veletek vagyunk. Rózsika nénit, Aranka, János és a gyerekek. Kedves hallgatóink, ma az Egyesült Államokban élő honfitársaink üzentek saját hangjukon, otthoni hozzátartozóiknak. Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja. Miklós üzen Pörtambolyból anyósának, öccsének, Barnának és családjának, Gyula sógornak és családjának, és a többi rokonnak, neki zsenybe. Kedves nagymama, Gyula sógor és minnyájan, nagyon örülök, hogy saját hangomon szólhatok hozzátok. Nagyon szeretném, ha minnyájan hallhatnátok. Gyula sógor, a kért dolgot hamarosan elküldjük. Legyetek nyugodtan. Kedves Barna öcsém és családom, te hozzátok is örömmel szólok egy pár szót, ha már a távolból is. Hát ti hogy vagytok? Leveledet megkaptam, amiben a receptet küldted. Remélem, akkorra már az orvosság is hozzátok érkezett, mert én az első levélre elküldtem. Nagyon szeretném, ha István barátomon segíthetnék ezzel. Kedves Zsófi néném, és minnyájon, magukról sem felejkezünk meg, sokat gondolunk rájuk. Most már búcsúzom mindenkitől, szeretettel ölel és csókol mindenkit Miklós. Kedves hallgatóink, üzeneteinket hallották. Kedves hallgatóink, ma szokás szerint az Egyesült Államokban élő honfitársaink üzennek saját hangjukon, New York-i szerkesztőségünk összeállításában. Zsuzsika üzen Pörtambolyból édesanyjának, Magdolnának, Bözsinek, Ernőnek és rokonainak Miskolc környékére. Kedves édesanyám, kedves Bözsi, Ernő és az összes rokonság, hogy vagytok? Mink elég jól, most újra szólok hozzátok. Igazán elképzelem, milyen nagy öröm lehet az nektek, mikor halljátok az én beszédemet. Éppen úgy érzek én is. Boldog vagyok, hogy tudunk szerezni nektek örömet a rádión keresztül. Nem is tudom, szegény édesanyám éle még. Küldtem levelet, és még választ nem kaptam. Már azt gondolom, talán ő meghalt, és azért nem küldtél levelet. Azt hiszem, jól vagytok, és a gyerekek is, az én lányom is beteg volt, de már most visszament az iskolába, és tanítja a gyerekeket, nem csak a kis magyar gyerekeket, hanem mindenféle nemzetbelit. Most már csókol minnyájatokat szeretettel, Zsuzsika. Kedves hallgatóink, üzeneteinket hallották. Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja. Helén üzem Pörtambolyból Erzsike néninek, Jani bácsinak és Mancinak Békés megyébe, Margitnak Budapestre, Bertának Csongrád megyébe, Minkának, Bélának és Cucinak Szombathely közelébe. Drága Erzsike néni, Jani bácsi, Manci, Margit, Berta, Minka, Béla és Cuci. Örömmel beszélhetek veletek, és remélem jól vagytok mind. Mi hála Istennek mind jól vagyunk ebben a különös időjárásba. Ma gyönyörű napos meleg az idő, hogy fűtőnket újra le kellett zárni. Óvá lenne egy meleg őszünk. Köszönjük, Manci, üdülésedről képes lapjaidat, és tenéket, Cuci, a Balatonról. Tudom, mindnyájótokra ráfér egy kis pihenés. Remélem, mind megkaptátok a képes lapokat tőlünk a nyaralásunkról. Olyan kellemesen töltöttük 2 hetet a Janka új otthonában. Olyan gyönyörű erdős helyen laknak, és a levegő szító volt. Gondolatban mindig veletek vagyunk, és számtalanszor ölelve csókolunk benneteket, Helen, Mary és Emma. A Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja. Lajos üzen keresztúri Jeligyére, családjának, barátainak és ismerőseinek. Kedves szüleim és testvéreim! Ma az a különös szerencse élt, hogy rádión élő szóval üzenhetek néktek. Így a tőlünk távol élő rokonaink és barátaink is hallhatják a hangomat, és értesülhetnek arról, hogy szerencsésen visszakerültem Európából. Remélem, hogy mindnyájan jól vagytok. Kérem Teruskát, hogy nagyon vigyázzon az egészségére és a kislányaira. Várom Rózsikánk és a férje levelét. Esztike, Zolika, Etuka, tanuljatok jól, és legyetek hálásak szüleinknek, akik olyan sokat fáradoznak értetek. Sokszor gondolok Pistára, Sanyira, Sárikára és a kis unokaöcseimre. Jancsit megkérem, hogy üzenjen ő is a rádión, hogy meggyőződjenek arról, hogy az én öcsém él, bár a hosszú hallgatása az ellenkezőjéről beszél. Szerelettel csókollak mindnyájótokat. Lajcsi. Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja. Kedves édesanyám, nagyon örülök, hogy saját hangomon szólhatok hozzájuk. Kedves édesanyám, nagyon sajnálom, hogy öreg napjaiban nem lehetek vele. Hát ti, kedves testvéreim, hogy vagytok? Írjatok gyakrabban. Nagyon kérlek benneteket, hogy édesanyámnak viseljétek gondját. Hát maguk, kedves komámasszony, hogy vannak? Nagyon várjuk a levelüket. Nem nősültem én meg Józsi. Mint hála legyen a jó Istennek, jól vagyunk. A nyáron Idával és Gyuszival Kanadába voltunk, Irénkénél és Mariskánál. Irénkének a második kisfiát, Pétert elhoztuk magunkhoz. Ők is hála Istennek jól vannak. Sok szeretettel csókolunk mindenkit, szerető lánya és testvéretek Irma. Kedves hallgatóink, ma az Egyesült Államokban élő honfitársaink üzentek saját hangjukon, otthoni hozzátartozóiknak. Kossuth Rádió Budapest.
nappal ezelőtt a Mária utcai kollégiumból eltűnt Dálnoki Mária, aki holnapjáról tud értesülni a szüleit a 361-656-os telefonszámon. Barna Lajosnak üzen Szerebre a Népfacseleg utca 5-be fia, jól van. Kőnagy Gyula feleségének mezőtúrra a Filián György utca 21 alá. Szeretszi Kálmánnak és feleségének bejut és lányok üzeni jól vannak, Imrével telefonon beszéltek. A Gödöllői Agrártudományi Egyetem teljes számban együtt van és jól vannak. Makkai Géza édesanyja a Nagymező utca 47-ből kér is, hogy 17 éves gimnazista fia térjen azonnal haza. A 19 éves Népfacseleg utca 12 szám alatti lakos kedden délután eltűnt, aki tud róla valamit, értesítse édesanyját 111-932-es telefonszámon. A Huba utcai közösségesítési technikum diákotthon tanulói a Bimbó úti és a Huba utcai kollégiumból szüleiknek üzenik, ne aggódjanak. Mindjárt a kollégiumban tartózkodnak és egészségesek. A Bókai Gyermekkórház dolgozói és tanfolyamos nővérei mindnyájan jól vannak, a beteg gyerekek ellátása zavartalanul folyik. Takó Éva, 4. gimnazista, jelentkezzék nevelő apjánál. Zsagvai Marian és Jakab György üzenik szüleiknek, jól vannak. Tokai Gyula, 17 éves kistarcai lakos, tegnap reggeltől nem tért haza. Szülei aggódva kérik, hogy igyekezzék haza. Kossuth Rádió Budapest. Dr. Halász Istvánné férjének üzeni, hogy ő is, a gyerek is, az öregek is jól vannak. Az Agrártudományi Egyetem Keleti Károly utcai kollégiumából senki sem hiányzik, mindenki jól van. Az Ybl Miklós építőipari technikum megszívására néhány nap óta Budapesten tartózkodik a Losonci építőipari iskola diákjainak és tanárjainak egy csoportja. Közöljük, hogy valamennyien jól vannak, egészségesek. Az Építési Minisztérium fiú diákotthonának lakói üzenik szüleinek, hogy mindnyájan egészségesek. A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Rudas László utca 8 szám alatti leánykollégiumának összes lakói értesítik szüleiket, hozzátartozóikat, hogy mindannyian jól vannak. Nagy Endre Műszaki Egyetemi hallgató lakása Bartók Béla utca 17, édesanyja Féri Nyíregyházáról azonnal jöjjön haza. Családtagjainak, hogy egészségesek, jól vannak. Aradi János Gyádorosra és Békésre szüleinek. Nagy Mária Vasmegyébe Rábagyarmatra szüleinek. Rolkó Gyuláné Abonyba. Kun Imre a Május egy ruhagyárból feleségének Inotára. Szegedre Berdál Valinak Beszi hozzátartozó. Szegedre a Vörösmarki tér 3-ba, az Orvostudományi Egyetem diák szállójába Hegyi Róbertnek, Völgyesi Andornak szülei. Nyíregyházára Sönszvejgyéknek Józsiék és Imréjé. A budapesti bőrklinikán fekvő betegek, az ápolószemélyzet és a bent tartózkodó orvosok dr. Márton Kálmán, dr. Éci Edith, dr. Somogyi Tamás és dr. Maszki József. Balasztjára Kondás Ferencnek Ady Endre utca 4 alá fia Feri. Továbbá Nagy Sándor és felesége Nagy Ilona együtt vannak.
szeretnénk üzeni hozzátartozóinknak, jól vannak, egészségesek, ne aggódjanak. Budapest 8. kerület, Makarenzsó utca, 15-24 szám alatti Varga Katalin ápolónőképző iskola hallgatói és nevelői közlik hozzátartozóikkal, ne aggódjanak, semmi bajuk nincs. A Zeneművészeti Főiskola Bartók kollégiumának lakói üzenik szüleiknek, ne aggódjanak. Sümegi Ernőnek üzenik Máta Füredre, a 5. számú szott üdülőbe, budapesti hozzátartozói. Egészségesek, jól vannak. A Budapesti Orvostudományi Egyetem diák otthonaival lakó hallgatók üzenik aggódó szüleiknek, hogy jól vannak. Székelyhídi Árpád feleségének üzenik, jól van, telefonon jelentkezzen Sügyiéknél. Kanári László 15 éves fiú szerdán délután eltűnt, aki tud róla, értesítse szüleit, 9. kerület, Teleki utca 29. Üzeneteket továbbítunk. A Petőfi Tűzoltó Tisztképzőiskola hallgatói és előadói, valamint az Őrségparancsnoki Tanfolyam hallgatói üzeni hozzátartozóiknak, ne aggódjanak, nincs semmi baj. Juhász István orvosnak Ibrányba, Pesten jól vannak, semmi bajuk, szóba. A Fővárosi Csecsemő és Gyermekgondozó Képzőiskola bentlakó növendékei értesítik szüleiket és hozzátartozóikat, hogy mindnyájan jól vannak. Az MTH 24-es intézeti otthonának ipari tanulói jól vannak. Az Orvostudományi Egyetem diákotthonainak igazgatósága közli, hogy a diákotthonokban Üllői út 22, Üllői út 80, Ernő utca 7, Hárfa utca 59B, Naphegytér 1, a lakók, hallgatók egészségesek jól vannak. Egyetlen hallgató Pusztár Sándor 5. éves vesztette életét. Hozzátartozóinknak, jól vannak, egészségesek, ne aggódjanak. Kejernő és Kisztia szabadszállásra gazdíjéknak. Szolgótarjánba a Stahanovit 41-be Szünegi Mihálynénak fia Bandi. A kékeszekén gyógyuló betegek és dolgozók kérik budapesti hozzátartozóikat üzenjenek a rádió keresztül. Vajnai Gusztávnak a Sztrogi Alajos utca 7B alá. Azonnal azon életjelt magáról, szülei testvérei. Balogh Puska és Jutka, adjatok hírt magatokról, Sanyéknál vagyunk, Anyu és Sanyi. Dr. Gyurkány Klárának Szegedre, Jani jól van a családdal együtt. Kutó Miklósnak felesége, Péter Gábor. Kender Antalné, Póti 45-49 alatt keresi 16 éves fiát Antal, aki szerdán délelőtt vidékről érkezve a Móri Zsigmond körtér környékén eltűnt. Családtagjainak, hogy egészségesek, jól vannak. Veres Gábor, Nádasos házára szüleinek. Meszkény Ferenc, Budaörsre, Alom utca 1 alá szüleinek. Vörös József, Hátka utca családjának. Szekeres Ferenc, a Géza utca 5-ből szüleinek is hozzátartozóinak. A 22-es építőipari vállalat megnyugtatja az ipari tanulók szüleit és az oktatók családjait, hogy a tanulók jól vannak, az ellátásukról gondoskodnak. A Budapesti Műszaki Egyetem 5. kerület, Szerb utca 3 száma, diákotthonának lakói jól vannak, szüleik ne aggódjanak értük. Töller Lajos feleségének üzeni, hogy nagymamáiknál van. Temesvári Szamegy Dórának családja Tordai, aki hallja, adja át.
Torpel Róbert azonnal hívja fel családját. Kárkülükre Nagy Ignác üzen. Zoli, Józsa, ne főztétek anyát, egészséges, jól van. Debrecenbe a butaszállóba, Nagy Kornél üzeni, egészséges. Bécsre, Tudmán Zoltánnak, felesége Budapestről üzeni. A gyerekekkel együtt Fábriusnál szállt meg, egészségesek. Péter Zoltánnak üzeni Lassi Egerbe, Iványok ne aggódjanak. Megsebesült, de már kórházban van, állapota nem veszélyes. Kossuth Rádió Budapest. Kiroska Zoli. Fábiánék üzenik a Kecskeméti utcából. Jól vannak, de bármi kórházba került. Állapota javult. A Bókai János utcai egyes számú gyermekklinikáról dr. Zsádor közül az aggódó szülőkkel, hogy az ott lévő gyermekeknek nem történt semmi bajuk, orvosi felügyelet alatt állanak. Kerekendre üzen Ambrus Tibor, Janci, Éva, nincs semmi bajom, amit tudok, utazom. Bányi Gábornak Rózs Klári üzeni Szalgótarjánba, anya jól. Juhász István üzen szüleinek Iseszegre és feleségének Tesztelemre. Jól van. Baróti Istvánnak a Külsővárki útra üzeni Klári és Tiszta. Jó helyen vannak, egészségesek. Kántorék üzeni Egerbe, a Vörös Hadsereg út 21-be, egészségesek. Dombóvárra, Kántoréknak üzeni Kellentőből Zoli. A gyerekek mind jól vannak. Klárinak kicsi a születet. Mindketten jól vannak. Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja. Herbert üzen budai édesanyjának. Drága jó anyukám és api! Szörnyű kétségek közepette állok itt a mikrofon előtt, hiszen az elmúlt két hét eseményei után azt sem tudom, éltek-e még. Megpróbáltalak telefonon elérni benneteket, de nem sikerült. Így most csak arra kérhetlek, írjatok az első adódó alkalommal, és közöljétek, mire van szükségetek. Állandóan rátok gondoltam, és eszembe jutott, hogy te anyukám egyszer leveskockákat kértél tőlem, hogy legyen mit ennetek, ha háború lesz. Talán a jóisten akarta úgy, hogy éppen ezt a kívánságodat 3 héttel ezelőtt teljesítettem. Remélem, még időben megkaptátok. Angyival és a gyerekekkel a lelki megrázkodtatástól eltekintve egészségesen megvagyunk. Abban a reményben búcsúzom, hogy mind ti, mind összes szeretteink épségben megvannak. Mindnyájunk nevében kimondhatatlan szeretettel és aggódással ölelünk, csókolunk mindnyájatokat. Üzenet szolgálatunk közli, hogy amint regisztrálták az Ausztriába a tegnapi nap folyamán érkezett menekülteket, népsorokat közzé fogjuk tenni az otthoniak megnyugtatására. A regisztrálás egyelőre még folyik. Üzenet szolgálatunk ismét mindenkinek rendelkezésére áll. Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja. Ausztriában hangszalagra vett üzeneteket továbbítunk. Figyelem,
Itt. A Gábor beszél. Viktor, figyelj. Bécs mellett vagyunk, minden itt vagyunk, egészségesek vagyunk, és örülünk annak, hogy itt vagyunk. Viszont figyelmeztetlek beteget, vigyázzatok magatokra, és add át a családnak, hogy én jól vagyok. Gábor üzent Viktornak. Németh János üzeni Károlynak. Legyél szíves, menj el a házamhoz, ha a disznók megvannak, még légy szíves, lásd el őket. Ennivaló van elég, aki hallja, adja át. Kedves fiam, még vagyok Bécs mellett, én üzentek téged Rákoson. Egészséges vagyok, az egész család, még az asszony, még a gyerek. Ez az üzenet Rákosra szólt. Csonka Jánosné, üzen Rajkár, szerencsésen megérkeztünk Ausztriába. Sajnálhatjátok, hogy nem jöttetek, mert szeretettel fogadtak minket. Ismétlem, Csonka Jánosné üzent Rajkára. Üzenet szolgálatunk közli, hogy amint regisztrálták az Ausztriába a tegnapi nap folyamán érkezett menekülteket, népsorokat közzé fogjuk tenni az otthoniak megnyugtatására. Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja. Üzenetszolgálatunk következik. Mindenek előtt Münchenben felvett üzenet két budapesti fiútól. Az erzsébeti fiúknak üzen egy erzsébeti fiú. Fiúk, én a nevetekben is itt a szabad világban elmondottam a cselekedeteiteket. Mi is azért harcolunk itt, amiért ti otthon a véreteket ontjátok. Jancsi. Sutrom Weber Margit. Nagyon, nagyon sokat gondolok rátok, mivel nem jöttetek el velünk. Weber Margit Sopronból üzent. Most pedig egy üzenet, ami táviratilag érkezett hozzánk. Acél László tengerészkapitány, ismétlem, Acél László tengerészkapitány üzeni, hogy hajójával néhány hétig még Triestben van. Aggodalommal vár híreket testvérétől. Kéri őt, ha Magyarországon kívül van, igyekezzék Triestbe jutni, ahonnan szüleihez vinné. Valamennyien, akiknek üzenetét most hallották, jól vannak és egészségesek Ausztriában. Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja. József üzeni Annának, bízz rál Istenben és a végső győzelemben. Göllner Éva üzeni, hogy címe Németország, Bayern, Deggendorf 13B, Westlicher Graben 4. Burcsa üzen szüleinek a Csepel-szigetre. A matyó terítőket még megkaptuk. Az egész család egészséges. Igen nagy aggódással várjuk, hogy az első lehető alkalommal hírt adjatok magatokról. Kati és Emil üzenik Győrből Nagyatádra, Kecskemétre és Pécsre, hogy jól vannak. A levelet, amelyben Kati és Emil üzenete volt, november 2-án Bécsben adták fel. A hollandiai Weiss Gyurka üzeni magyar barátainak, hogy jó egészségben megérkezett Hollandiába családjához. Üzenet szolgálatunk közli, hogy amint regisztrálták az Ausztriába a tegnapi nap folyamán érkezett menekülteket, népsorokat közzé fogjuk tenni az otthoniak megnyugtatására. A regisztrálás egyelőre még folyik. Üzenet szolgálatunk ismét mindenkinek rendelkezésére áll. Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja. Üzenetszolgálatunk következik. Mindenek előtt a Burgenlandban hangszalagra vett személyes üzeneteket továbbítjuk. Otto üzeni a Gellért egyre édesanyjának és szüleinek,
Ne aggódjanak, jó egészségű vagyok. Jenő üzeni Budapestre a Fehérvári útra, hogy jól van és egészséges. Laci a fotballbíró üzeni szüleinek, a 11 kerületben Budára, jól van, egészséges, ne aggódjanak. Burci üzeni Lágymányosra, hogy jól van. Ismétlem, Burci üzeni Lágymányosra, hogy jól van. Laci üzeni a Gellérszegyre, a kézilabdás katonak és gyermekének jól van. Sopronba üzenek, halló, Sopronba. Takács Győzőné üzeni, itt vannak Mátesz Együstadban. Kedves hallgatóink, üzenet közvetítésünket holnap folytatjuk. Most pedig Ausztriában hangszalagra vett üzenetek következnek. Itt Süveges Sándor beszél, Vácra üzenem, egészséges vagyok, jól vagyok, Mártát értesítsék. Ismétlem, Süveges Sándor üzent Vácra. Itt Béla beszél, halló, itt Béla beszél, Jenő bácsit üdvözlöm, az egész család, a mutter is itt van, jól vagyunk. Béla üzente Jenő bácsinak, hogy az egész család együtt és jól van. Itt Eichon János beszél, ha jól vagyunk, együtt vagyunk, divós családot is itt van velünk. Sulter Józsefné üzeni, jól van, megérkezett szerencsésen, hogy mi vár ránk, azt nem tudjuk. Itt Pap Mária üzen Feltör Ákosra, nagyon jó érzem magam, innen lehet, hogy tovább indulok. Szervusztok! Pap Mária üzen Feltör Ákosra, én jól vagyok, és megérkeztem. Valamennyien, akiknek üzenetét most hallották, jól vannak és egészségesek Ausztriában. Üzenet szolgálatunkat, amint lehet, folytatjuk. Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja. Most pedig Ausztriában hangszalagra vett üzenetek következnek. Művári Géza üzenem Budapestről, illetve Bécsből. Itt vagyunk mindjárt, jól vagyunk, egészségesek vagyunk. Babuszeg Jánosné üzeni anyósának, jól vagyunk, Bécs mellett vagyunk. Bumi üzeni anyunak és Tutinak, hogy Bécs mellett vagyunk, mérnök úrral megérkeztünk és minden rendben van. Halló, német vagy Rudolf, úszó, kérje az úszó kollégáit, szüleinek adjam értesítés, hogy Bécs mellett vagyok, jól érzem magamat. Két unokaöcsémmel együtt, Simon László és Simon Gyulával. Német hegyi vagy német völgyi Rudolf, Simon László és Simon Gyula üzentek. Hello, hello, itt Mesics izen Rajkára, hogy jól vagyunk, és nézzen körül a háznál, hogy mi és hova lett az a holmi, ami otthon maradt. Valamennyien, akiknek üzenetét most hallották, jól vannak és egészségesek Ausztriában. Most pedig Ausztriában hangszalagra vett üzenetek következnek. Tóth Gizella üzeni édesanyjának és testvérjének, nagyon jól érzi magát, jobban érezni, hogyha itt van az édesanyja. Vilmárok is adják át az üzenetet és a kis családnak, meg a nagyéknak. Horváth Ottóné üzeni, tisztelteti az egész rokonyot, hozzátartozóit, egészségesek vagyunk és jól vagyunk, és vigyázz magadra, a családot egészséges áll az Isten. Kánics Emil üzeni Sopronban, ha jól vagyunk, anyuka Jutka, Marika, itt vagyunk, jól érezzük magunkat, rövidesen indulunk el Andrásékhoz. Csók! Horváth Mária és Horváth Margit üzeni Sopron, ha jól vannak, indulunk Münchenbe Andrásékhoz. Molnárné Ili üzeni Nyuszinak Sopronba, hogy lakásban mindent vegyen át, jól vagyunk. Szidneyba üzenem Mayer Józsefnének, hogy felesége és kislánya útba van Szidney felé, jól vagyunk, anyu. Ez az üzenet Sydneybe Mayer Józsefnének szól.
üzenet szolgálatunk következik. Ausztriában hangszalagra vett üzeneteket továbbítunk. Somok terenyére üzenem Berze Dezsőjéknek, itt vagyok. Ausztriában nagyon jól érzem magam, nincs semmi bajom, csókolok mindenkit, aki hallja, adja a kilónkodni. Tene Márton üzenem Budapestre, szerencsésen megérkeztünk, jól vagyunk, öcsi. Berényi Jenő és családja üzeni Sopronba szüleiknek, hogy szerencsésen megérkeznek, aki hallja, adja át. Sopronba üzenem Nyuszi mamának, Mancika, Lili, Pista, Babika, Mária, együtt vagyunk, Orsi. Pisztai Sándor üzen Sopronba, jól vagyok, Brazíliába készülök, Sanyi. Sopronba üzenek Ház Sanunak, gyerekekkel itt vagyok, jól vagyunk, sokszor csókol Anni, ha tudsz, gyere! Valamennyien, akiknek üzenetét most hallották, jól vannak és egészségesek Ausztriában. A Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja. Üzvegy Varga Józsefné és Anika üzeni Sopronba, hogy jól vagyunk, és menjen át a lakásunkba, arra kérjük. Alekszovics Károly üzen Csehszlovákiába, negyedre szüleinek, Farkasdra testvérének és Komáromba testvérének, hogy az egész családdal Ausztriába vannak, és jól vannak. Ugyancsak üzenem Margitkának Sopronba, hogy a lakásra és a disznókra vigyázzanak. Cseprekbe üzeni fia és családja, ugyancsak Simonék nevében. Tétre és Győr-Szent Mártonba üzenem, hogy jól vagyunk a gyerekekkel, Simonéknál és nálunk is. Egészségesek vagyunk, Ausztriába vagyunk. A lakásunk után nézzenek utána. Balaton rendesre, Titus nagyapának üzenjük, mindaz öten itt vagyunk, Ausztriába készülünk tovább Svájcba. Ez az üzenet Balaton rendesre, Titus nagyapának szól. Csillagcsalád üzeni Komáromba, Puszkasomorjáról, hogy jól vagyunk, Ausztriába vagyunk, Kovácsék velünk vannak, írjatok! Ausztriában hangszallagra vett üzeneteket közvetítettünk. A Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja. Budapest a rendezőtére üzenem, jól vagyok, Nyuci és Ilonka, Ausztriában vagyunk. Bácsa Aurél üzenít Komba, hogy jól van, együtt van húgával a szomszédék pincéből a fenet és a burgonyát, valamint a lakásból a könyveket lehetőleg vigyék át. Piri üzeni férjének Sopronba, Jókai utcában, hogy jól van. Vecsei üzeni Laliéknak, Niniéknek, Lusi mamának, Budapestre, illetve Keszthelyre, Ausztriában jól vannak. Klauzár utca 29-be üzeni menyasszonyának Laci, aki barátját vitte le szombaton motorral a határra, visszamenni már nem tudott, Ausztriába menekült és jól van. Lakásából, mielőtt azt lefoglalnák, minden értéket vegyen magához. Ismétlen Laci üzent a Klauzár utcába. Ausztriában hangszalagra vett üzeneteket továbbítottunk. Üzenetszolgálatunkat, amit lehet, folytatjuk. Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja. Üzenetszolgálatunk következik. Az első üzenetet Pista, Juci, Marika, Pistike, Miklóska, Ferike küldik Bolognából. Szorongó aggodalommal várjuk értesítéseket. Imádkozunk értetek és az egész népért. Nem kék üzenik Sopronba, Budapestre és Nagymarosra, hogy jól vannak és Ausztriában vagyunk. Budapestre üzenem Zinger, Ignácénak, Lustigék kint vannak, Ausztriában jól vannak. Pápára üzenik Lustigék, Ausztriában vannak és jól vannak. Edelénybe és Budapestre üzeni Steinprinz Egon, hogy jól van. Kérem az ismerősöket, értesítsék szüleimet. Pest megyébe üzen Bözsi és Béla. Szerencsésen megérkeztünk Ausztriába. Jól vagyunk. Használhatok el, ami otthon maradt. Csókolj.
Ausztriából üzen Budapestre Márton Palika, nagypapának és nagymamának. Ne búsuljanak, mert jól vagyunk, mind a hatan. A Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja. Höttinger Frici üzeni Nagycenkre. Itt van a Sári, Ferike és én. Jól érezzük magunkat, ne aggódjatok értünk. Huber Istváni üzeni Sopronba, rokonainak, ismerőseinek, jól vagyunk, együtt vagyunk mind, ne aggódjanak. Zsuzsi Fehér Rózsa jeligére üzenem Bajára, szerencsésen megérkeztünk, majd később még üzenek. Fechtinger Istvánné üzenni a családjának, jól vannak, Sopronba mindenkinek szíveskedjék átadni, hogy jól vannak, jó helyen vagyunk. Pesterzsépetre szintén öcsének üzenni, hogy a gyermekek jól vannak, jelenleg biztos helyen vagyunk, Helén. Világ István üzeni Debrecenbe és Kabára szüleinek, hogy kint vagyok egyedül Ausztriába, férjem nélkül, és a Sopron ismerősöknek, kint vagyok Ausztriába. Mindazok, akiknek üzenetét most hallották, jól vannak és egészségesek Ausztriában. A Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja. Üzenetszolgálatunk következik. Ausztriában hangszalagra vett üzeneteket továbbítunk. Martin Ördön és felesége üzeni Budapestre, hogy szerencsésen megérkeztek, mennek Bécsbe. Horváth Magdolna üzeni Debrecenbe édesanyjának. Itt van kint Ausztriába, szerencsésen megérkezett, ne nyugtalankodjon Magdi. Aki hallja, adja át. Sopronba üzenem hozzátartozóimnak, Sámson Gyuláné, hogy megérkezett, jól van, öcsiről, Árpádról, Klárikról nem tudok semmit, apuról sem, aki tudja, alját. Köszönöm. Novák István üzeni Szekszárdra Miklós bátyámnak, jól vagyok, nézz utána a lakásomnak, odahaza majd, ha időd lesz, köszönöm. Az öreg vetülős üzeni Őszi Rózsa Jeligére, Győr mellé és Zsuzsa Jeligére, Budakeszire. Jól vagyunk, mindannyian itt vagyunk Csepregre, üzeni Gabi és Kuki Jeligére, ők is jól vannak. Lászlóék ugyanúgy itt vannak velünk, ott mi tudunk. Kalmár Gyuszéden Eszterházára, nagyon jól vagyok, Ausztriában vagyok, a soproni lakásokból vigyenek haza mindent. Kossuth Rádió Budapest. Kedves hallgatóink, üzeneteket továbbítunk. A most következő üzenetek kínzői üzenik, jól vannak, egészségesek. Németh Pál Budapestről özvegy Németh Pálnénak Kiskőrösre és Békésre menyasszonyának. Vender Józsefné Boldog Ignácéknak Kübekházára. Hanás Péter történész feleségének. Gyereszényi András Szombathelyre édesanyjának, Hajmárszérre Egerlipó családjának, Bircsis Gyula Hadnagy Szolnokra családjának, Baros Péter Csengerbe feleségének, Pongrács Gézának Sárvárra, Hóvár utca 16-ba gyermekei. Aki hallja, adja át. Az MCH 26-os intézet, Budapest 13. kerület Vágy utca 14 alatti otthonából teljes létszámban megvannak. Kossuth Rádió Budapest. Kedves hallgatóink, üzeneteket továbbítunk. Szabó József üzen szüleinek Budapestről, Kajdasra, Újsor 301. Molnár Gyula Hegyfalura üzen szüleinek Budapestről, mindketten jól vannak. Szabó András Budapestre, 16. kerület Rákospalotai út 77-be családjának üzeni, hogy jól van. Szívós Kálmán, Budapest 13. kerület menyasszony
szüleinek. Szűke Lászlóné Debrecenből érdeklődik, özvegy Zafik Jánosné édesanyja és Szűke László fia után. Balatonfüredre a gyakúbedítő üdülőjére üzenik Pollát Márknak egész családja, hogy mindannyian jól vannak. Rólai Györgynek fia Babolyikát. A bőripari technikum tanulói üzenik szüleiknek, hogy mindannyian jól vannak egészségesek. Kovázsony Lajosné Kéri fiát Székás Károly helyettesítik Takács Károly, hogy hívja fel munkahelyét. Kossuth Rádió Budapest. Kedves hallgatóink, üzeneteket közvetítünk. A most következő üzenetek küldői jól vannak, egészségesek. Kérik hozzátartozóikat, ne aggódjanak értük. Somos Szobra Fazekas Rózsának, Ferenc. Szolnokra Füleki Ferencnek, Ferenc. Nagy József Kiszaporódra szüleinek, Botpalárra menyasszonyán. Simon Károly Buda Jenőre, jól vagyok, nincs semmi bajom. Král Ádámné Jászberényből kéri Korbus István, adjon életjelt magukról. Fódosi Sándor Jászberényből kéri, fia adjon életjelt. Kalursa István érdeklődik Jászberényből, Bartlit Imre felől. Lesztár Ferencné Jászberényből kéri, hogy szülei adjanak életjelt. Erdész Jenő Jászberényből kéri budapesti gyermekeitől, jelentkezzen. Kossuth Rádió Budapest. Kedves hallgatóink, üzeneteket közvetítünk. Szántó László Jászberényből kéri fiát Pétert, hogy jelentkezzen. Dobozi utca 11-ből Mészáros Tibor kéri felesége, hogy adjon életjelt ma. Csepelre a Kikötő utca 14-ben ifjú Hans Lászlónak üzeni édesapja, jól van. Balázs Sándor Jászberényből kéri, hogy rokonai adjanak életjelt magukról. Dézényi Lajosné kéri férjét, azonnal adjon életjelt magáról. Jászberényből Kogut László kéri budapesti rokonait, jelentkezzenek, ő jól van. Balatonfüredre dr. Trónai Lajosnak gyermekei jól vannak. Kőnáner Sándor Győrben élő rokonának, szüleinek jól van. Szabolcs Jánosnénak Tomás, legyenek nyugodtak, nincs semmi bajom. Vigyázz a kislányra, férjed Jancsi. Kossuth Rádió Budapest. Kedves hallgatóink, üzeneteket közvetítünk. A most következő üzenetek küldői jól vannak, egészségesek. Gulyás András üzeni feleségének és kisfiának, 7. kerület, Petergyi utca 39 második emelet 17-re, hogy jól van, egészséges. Kovács Gyula üzeni feleségének, Budapest 12. kerület, Béla Király útra. Kitocki Zoltán Diós Győr nehéz szerszámgépgyárba üzeni munkatársainak és családjának, indulhatat. Nagypál József üzeni a Nehézipari Műszaki Egyetem ifjúságának, hogy minden rendben van. Ernyedi Miklósnénak Hajdúhatházára üzeni Nagy Antal és felesége, Vitták Sándorékkal együtt jól vannak. Sanyi, ne indulj! Mihályi László és Andor édesanyjuknak Miskolcra, szabadságukra. Sanyival nem tudnak kapcsolatot teremteni. Kossuth Rádió Budapest. Kedves hallgatóink, üzeneteket közvetítünk. A most következő üzenetek küldői jól vannak, egészségesek. Madarász Istvánnak Beszenyszög palotásra kapu. Nagy Esedre Herman Antalnak, valamint Mészároséknak, Bálinték, Feri Ida és a gyerekek.
Leszkovics Dánielnek Csepelre, üzeni Robi, hogy azonnal hívja fel. Kugyala Györgynek Szarvasra, Gyuri és Maniék jól vannak, aki hallja, adja át. Magyar Imrének Torok Polányba, Balogh Vincéné, Magyar Éva jól vannak. Édesanyámnak, Varga Józsefnének, Szavrók és Aranyosra üzenem, jól vagyunk, Szutora család és Júlia. Szatmár Németibe, Kellen, Klein, Berti és Vézel Lajos üzen. Pető István keresi két nap óta eltűnt fiát Sándor. Aki tud róla, értesítse 110-631-es telefonon. 110-631. Kossuth Rádió Budapest. Kedves hallgatóink, üzeneteket közvetítünk. Frank Sándor a Pincz Sándor utcából a Veszprémi Egyetemi Kollégiumban lévő fiának, Nyíregyházára dr. János Ilyéknak üzeni, jól van. Jakubovics Árpád parázsfürdő szoktanatóriumban üzeni feleségének, hogy mindannyian jól vannak. Gábor Iván, negyedik gimnazista tanuló eltűnt. Aki tud róla, értesítse szüleit. Telefon 426-693. Megismétlem. 426-693. Özvegy Balogh Imréné, Nagykereti, üzeni, fia, hogy nyugodjon meg, jól van. Özvegy Laszkó Ferencének, Kókára, üzeni, fia és menye, hogy jól van. A menye jól érzi magát az operáció után. Csókolnak mindenki. Feri is jól van. Kossuth Rádió Budapest. Kedves hallgatóink, üzeneteket közvetítünk. A most következő üzenetek küldői jól vannak, egészségesek. Szombathely megyei kórházba a második sebészetre Nemes Ilonkának édesanyja. Konyit Lászlónak, Pestújhelyre felesége üzeni, hogy hívja fel telefonon a 203-340-es telefonszámra. Palla Rudolfnak üzeni felesége, hívja fel a 203-340-es számot. Pászi Józsefnek Bölcskére, Dunaföldvári utca 7-13-ba lánya Teri, azt üzeni, hogy jól van. Gyakovec János üzen Érsekvaskertre feleségének és családjának. Puskás József igen szüleinek Ibrányba, mindhárman jól vannak. A Közgazdaságtudományi Egyetem Verespáli utcai diákotthonában lakó diákok közül hozzátartozóikkal, hogy mindnyájan egészségesek, jól értik magukat. Kossuth Rádió Budapest. Kedves hallgatóink, üzeneteket közvetítünk. A most következő üzenetek küldői jól vannak, egészségesek. Borut Imre családjának és szüleinek. Szegre Péter, Köröcseg apátiba szüleinek és testvéreinek. Jelinek Mária, a Róbert Károly körüti kórház vakbélosztályán. Friedrich család Soproni és Ózdi rokonainak. A Képzőművészeti Gimnázium diákotthonának igazgatója értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermekei a diákotthonban vannak, valamennyien biztonságban is jól vannak. A DIS Budapesti Együttes Rottenbiller és a 18-22 lakói üzeni hozzátartozóiknak mindannyian jól vannak. Pécsre a Rákóczi útra Bíróménak üzeni, hogy a Szigeti család jól van. Sopronba a Gyógyintézetbe Szigányénak üzeni családja jól van. Hegyi Károly, Hellvés fia közképbe, apu szerencsésen hazajöttetek. Kossuth Rádió Budapest. Kedves hallgatóink, üzeneteket közvetítünk. A most következő üzenetek küldői jól vannak, egészségesek. Mi
Szűkes Jánosnénak, Szentes, Iskola utca 5, Horváth Sándor, Szubakháza, lánya, Horváth Éva, jól van. A KPM Donáti Józsi diákotthonában mindenki jól van. Timár Vince Filip Csavára és Garára családján. Gáspár István Horváth Sándoréknak Belojanikba. Szűke Jánosné Filip Csavára. Berki gyerekek Herceg Halomra Berki Sándornénak. A Zeneművészeti Főiskola Bartók Kollégium növendékei szüleiknek. Kettés László Kettés Györgynek Macsonkára. Párkányi Pál Mátra Veredébe szüleinek Hibatházára apusának. A budapesti tűzoltóság tagjai üzenik budapesti és vidéki hozzátartozóiknak egészségeket. Tóth Péter, Zivatar utca 2A. Adjon életjelt anyjának. Telefon 329-842. Kossuth Rádió Budapest. Kedves hallgatóink, üzeneteket közvetítünk. Gyümeti Nándornak, Hegyeshalom, Táncsik Mihály 13-ban, édesanyja jól van, adjon életjelt magához. Lukács kórházból Barosi Sándorné nővér üzeni szüleinek Szentesre, hogy jól van, és férjének Mátra Veredély Szentségre. Lukács kórház betege Horváth Győző üzeni feleségének Budatétényre, Budakoki út egy szám alá, jól van. Fejér megye Máj községben Németh Margit és Fejner Erzsébet üzeni, hogy jól vannak. Nagy István üzeni Pálfa községben üzeninek, nyugodjanak meg. Lakik Ágostonnak Gyöngyös-Somjósra üzenik lányai Magdi és Rózsi, hogy családjaikkal együtt jól vannak. Lukács József Lének, Feszidek út, Várhegyi 23 szám alá üzeni Bede Béláné és Bíró Jánosné, hogy mindegyik a munkahelyén dolgozik. Kossuth Rádió Budapest. Kedves hallgatóink, üzeneteket közvetítünk. Lakos Józsefné, családja, Lázár utca 13-ból üzeni Siófokra édesanyjának, hogy mindannyian a 10 gyerekekkel együtt jól vannak. Rizás István gyépteki vezető üzeni Szexádra menyasszonyának és szüleinek, hogy jól vannak. Szeretette Zsámbéki családnak, Nyíregyházán dr. Pártos Imrének. Szolnokra, Makkai és Fehér családoknak üzeni Budapesttől Zsendéki, hogy jól van. Pászter és Bédi családnak üzeni Tószegy a Budapestről Fali és családja. És egy Varsányi Jánosné Szalgótarjánba üzeni Fia Sándor Budapestről. Bédényi Ernőnek Szalgótarjánba Budapestről Júlia. A Budapesti Tanács Akadémián részvevő Dunántúli hallgatók üzeni hozzátartozóiknak jól vannak. Bolya Bálint üzeni Budapestről Szentesre édesanyjának, hogy mindjárt jól vannak. Márkus Endre, színművésznek üzeni fia, László, egészséges. Kossuth Rádió Budapest. Kedves hallgatóink, üzeneteket továbbítunk. A most következő üzenetet Kínzsői üzenik, jól vannak, egészségesek. Monorra a Kuszpálnék a 3-ba, Kajáni Istvánéknek üzenik Katika és Etikék, hogy jól vannak, amit lehet Katika lejtek. A Képzőművészeti Gimnázium diákotthonának igazgatósága értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermekei a diákotthonban tartózkodnak, valamennyien biztonságban vannak, és jönnek. Sajkoszki Ferenc feleségével Bereszki Hedvignek lejtművére első alkalommal utazik haza. Szapora Sándor Tolnára édesanyjának, Virág Péter mezőszekonyára Fodor Józsefétnek, Pozsonyi Ferenc, határól Kóhat megyek, aki állítólag két községben tartózkodik, kéri feleséget, hívja fel 346
Kossuth Rádió Budapest. Kedves hallgatóink, üzeneteket közvetítünk. Tóth Károly Filip Mária telepre és Polgári István 13. kerület Hegedű Gyula utca 33-ba üzeni feleségének hozzátartozóinak jól van. A Lukács fürdő betegei üzeni hozzátartozóiknak egészséget. Bíró Lajos utca 12-be üzeni Ügyal Imre édesanyjának. A Baros klinikán van jól van. Vágó Zoltán labdarúgó edzőnek üregházára üzeni felesége, egészség. Müller Györgynek a Mátraházi üdülőbe üzeni Barna Béla, egészség. Dr. Grosz Józsefnének Pakra üzen anyósa, Budi Józsa. Özvegy Soma Sándornének Iskullakházára üzen fia, a Baros úti klinikára. Szegedre a Szabad Sajtó 23-ba Sikót Istvánnének üzen férje, jól van társaival együtt, férj, aki hallja, adja át a vizet. Kossuth Rádió Budapest. Kedves hallgatóink, üzeneteket továbbítunk. Szakó Éva, negyedik gimnazista, azonnal jelentkezik nagynénénél a Nyegverem utcába. Bolya Bálint Budapestről Szentesre édesanyjára. Hazai Gézáné férjének Bukarestre. Üző Zsuzsa 19 éves néphadszeregista, 12 szám alatti lakos, kedden délután eltűnik. Aki tudóla valamit, összesítse aggódó édesanyjára. 111-ig 9-32-es telefonon. A Magyar Valószerek közül, hogy Szakmargi dolgozóig jól van. Az Építőipari és Közlekedésipari Műszaki Egyetem Mária utca 7-es leendiák eszemában üzenik, hogy mindjárt egészségesen biztos helyen van. Ugyanezt üzenik a Szent Királyi utcai diákokhomból, a Bartók Béla úti diákokhomból és a Bekszényi utcai leendiákokhomból. A Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja. Üzenetszolgálatunk következik. Mindenek előtt a Burgenlandban hangszalagra vett személyes üzeneteket továbbítjuk. Üzenem Karcsi szüleimnek, hogy jól vagyok az Avar utcába. Karcsi üzeni szüleinek az Avar utcába, hogy jól van. Üzenem Budafokra Jutkának, hogy Karcsi jól van. Albert Favára üzeni Mimi édesanyjának és húgának, hogy jól van. Ismétlem, Mimi üzeni édesanyjának és húgának Albert Favára, hogy jól van. Jancsi a villamosmérnök üzeni Budára, hogy jól van. A 11 kerületben Ely és Ernő üzeni, hogy jól van. Királyi Ferenc üzen Sopronba, jól van, édesanyjával együtt van. Kövesdi Ferencné üzeni Micinek, jól vagyunk, Suskát elvitték Bécsújhelyre. Kövesdi Ferencné üzent Micinek. A Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja. Most egy üzenet Bécsből Gellért-hegy jeligére, ismétlen Gellért-hegy jeligére. Mindketten szerencsésen megérkeztünk és jól vagyunk. Győrbe üzeni Dugó Dani, hogy nagybátyával együtt szerencsésen megérkezett Münchenbe. Győrbe üzente Dugó Dani. Feltaláló és Nimród üzenik Botondnak, hogy szerencsésen Szabadföldre érkeztek. Feltaláló és Nimród. János üzeni Bécsből Pesterzsébetre feleségének, Nusinak és minden rokonnak,
hogy húga családjával szerencsésen együtt van Bécsben, ne aggódjanak érte, János. Most pedig Ausztriában hangszalagra vett üzenetek következnek. Deres Sándor, nézel Fertőrákosan, szeretettel csókolok benneteket, szervasztok. Vágó utca 23-ba üzenjük, jól vagyunk mind a ketten. Brambak Anna, Fertőrákosról üzen, nagyon jól vagyunk. A Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja. Vieszkovszki Iván és Bács Ági üzenik Sopronba és Pécerre, hogy Ausztriában vannak és jól vannak. Pálfi Gyuláné üzen Sopronba, Jani, jól vagyunk mind az öten. Házi Mária üzen Sopronba, jól vagyunk, megérkeztünk szerencsésen. Luis Teréz üzen Sopronba, jól vannak. Ismétlem, Luis Teréz üzen Sopronba. Hello, figyelem! Radnai Mátyás üzeni, jól vagyunk kislányol, aki hallja, adja át. Drejszki Klimba vagyunk. Ismétlem, Radnai Mátyásné üzen. Hello, figyelem, itt Horváth Lajos üzeni, hogy jól vagyok, és itt vagyok Bécs mellett. Hello, hello, Somogy Irén üzeni Fertőrákosra, hogy nagyon jól van, Bécs mellett van. Fejfer Ferenc üzeni Fertőrákos, hogy itt nagyon jól vagyunk, Bécs mellett vagyunk. Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja. Üzenetszolgálatunk következik. Ausztriában hangszalagra vett üzeneteket továbbítunk. Sarközi Elemér üzeni Moson Szent Jánosra, akkor a Gábor, Elemér, Józsi, mind együtt vagyunk, jól vagyunk. Hegyi Irén üzeni Sopronba, Géza bácsiéknak, hogy jól vagyunk, Margit velünk van. Csókoljuk mindjárt. Csizmazé Ilona üzen Óvára, hogy jól vagyunk, Bécs mellett vagyunk. Fejfer Antalné üzeni Fertőrákosra, jól vagyunk az egész családdal, itt vagyunk, Bécs mellett. Bauer Mária és Ágota üzeni Fertőrákosra, hogy jól vagyunk, Bécs mellett vagyunk. Hozák Jánosnak üzenem, hogy itt vagyunk, Trejszkirchenben, megyünk Kismartonba, aki hallja, adja át. Ez az üzenet Kovács vagy Kozák Jánosnak szólt. Kollár Ferenczi üzenit Nagykanizsára, hogy mind a négyen kim vagyunk Ausztriában, jól érezzük magunkat, aki haja adja át. A Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja. Üzenetszolgálatunk következik. Ausztriában hangszalagra vett üzeneteket továbbítunk. Szalai Egon üzeni Budapestre, egészségesek vagyunk. Ismétlem, Szalai Egon üzent Budapestre. Hoffmann Károl, Ézeni, Raj Károl, hogy együtt vagyok az édesapámú és a kedves anyút tiszteltetem, mint jól vagyunk. Géző üzen Szegedre, a Leventének mindnyájan jól vagyunk, Bécs mellett. Szalai Egon üzen Budapestre, Váci 32-re Szalai Pálnénak, hogy egészséges vagyunk, az edével vagyunk itt. Radnai Mátyásné üzen, az jól van kislányával együtt, aki hallja, adja ját Orbánéknak is. Buneker Ede üzen Budapestre, jól vagyunk, egészség vagyunk, aki hallja, adja ját. Valamennyien, akiknek üzenetét most hallották, jól vannak és egészségesek Ausztriában. Üzenetszolgálatunkat, amint lehet, folytatjuk. A Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja. Üzenetszolgálatunk következik. Ausztriában hangszalagra vett üzeneteket továbbítunk. Hoffmann Károl, Ézeni Bécs mellő, hogy
apu, vagy együtt vagyunk, mint jól vagyunk, és a kedves feleségével, ha tudnak róla, adjanak életet. Zsuzsika és Ralika Sopron üzeni, hogy jól vannak. Dr. Vecsei Györgyné üzeni Keszthelyre és Budapestre, Ausztriában jól vannak. Pápai Ede Kapuvár üzeni Rokonyának és szüleinek, jól vagyunk. Kővári Pál és felesége üzeni szüleinek, hogy Ausztriában vagyunk és jól vagyunk. Márton Pál üzeni a Erdősi útra, hogy szerencsésen megérkeztünk, mind a hatan itt vagyunk, jól vagyunk. Pap György üzeni Budapest Csepel szüleinek és Kovács Györgyi, hogy jól vannak, szerencsésen megérkeztek. Ismétlem, Pap György üzent Budapest Csepelre. A Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja. Üzenetszolgálatunk következik. Tóth Komlósra üzenünk, hogy jól vagyunk Ausztriában, György és Gyuri, aki hallja, adja át. Vili és Mici üzenik a nagyszülőknek Ágfalvára, hogy jól vannak a gyermekekkel együtt. Sopronbán falvára üzenik Szilárd Zoltán és felesége, valamint Frédi, hogy jól vannak Ausztriában. Sopronban Bonyhádra üzenik Engumanék, jól vannak, aki hallja, adja át. Balázs József üzen, nagyszenkre, nagyon jól van. Ili üzeni Paksra, hogy Ausztriában gyerekekkel jól van, aki hallja, adja át. Göllesz Géza üzeni Sopronban, jól van. Von László üzeni Budapestre, hogy jól van. Kerecsen üzeni Ausztriából, Zoli, jól van. Ismétlen. Zoli üzent Kerecsendre, Gyöngyösre és Budapestre. Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja. Rusz Józsefné üzeni és gyermekei, férjének és gyermekének jól van a... Ferenc István üzen, Eszentlőrincre, jól vagyok, Sopronba üzenek, és Antwerpenbe üzenek, Konciencia Strat 26, nővéremnek, jól vagyok, Pista. Özvegy Valga Józsefnek üzeni Vácon nővérének, hogy szerencsésen megérkeztünk, Anikával jól vagyunk, aki hallja, adja át. Özvegy Varga Józsefné üzent Vácra. Magyaróvárra üzenem Klárikának, anyu itt van. Szalgótarján melletti kisfaluba üzenem szüleimnek, hogy Budapestről szerencsésen megérkeztünk Sopronba, és onnan Ausztriába. Jól vagyunk, ne izguljanak, Juci. Ismétlem, Juci üzent egy Szalgótarján melletti kisfaluba. Üzenetszolgálatunkat, amint lehet, folytatjuk. A Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja. Kovács Rózsa és Ibolya üzeni hozzátartozóinak Budapestre, Tatára, Sopronba, Ausztriában vannak, jól vannak. Ismétlen, Kovács Rózsa és Ibolya üzentek Budapestre, Tatára és Sopronba. Manyi és Fülöpke üzeni Sopronba, hogy mindketten jól vannak. Lanckor Anika üzeni édesanyjának Lócsra, szerencsésen megérkeztünk, jól vagyunk Ausztriában. Csonka Zsuzsanna üzen Rajkára, hogy szerencsésen megérkeztünk és kisvérre. Domokos és Cserháti család üzeni Sopronba, hogy jól vannak, aki hallja, adja át, puszti. Fejfer Ferenc üzeni Pertőrákosra, szerencsésen átértünk, aki hallja, adja. Kozák Margit üzeni Győrbe, hogy Kismartonban vagyunk. Sámson Gyuláni üzeni Németországban Lej Ferencnek, hogy itt van Ausztriában. Sámson Gyuláni üzeni Árpádnak Esztergomba, hogy itt van anyu. A Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja. Fek
fekete családnak üzenem Budapestre. Szerencsésen megérkeztünk Ausztriába, megyünk a férjemhöz, csókollak benneteket, Orsi. Horváth György Izás Ausztriából, apunak Sopronba, hogy jól vagyunk. Kedves Mihály Lilszani, Sopron, hogy jól van, megyünk ki Bécsbe. Horváth Piroska és Évika Izáni pártirálkosra, hogy jól vagyunk. Süveg Józsefné üzeni Morra, jól van, Ausztriában tartózkodunk. Tuskó Ferencné üzeni, Ausztriában vannak, jól vannak. Korán Tibor üzeni Sopronnak, Ausztriában vagyok, jól vagyunk. Sopronban meg Bálint üzeni, itt van, Ausztriában jól van, a Feri és a Teri is itt van. Ismétlem, Bálint üzen Sopronban. Ausztriában hangszalagra vett üzeneteket továbbítottunk.